Már is kezdődik a Stereo Omnit a 93.4-en az otthon hangján. Ordasi Brigi vagyok, velem szemben pedig dr. Tüske Zoltán, alsóni Medi polgármestere. Jó reggelt, köszöntöm az éterben. Jó napot kívánok a kedves hallgatóknak és önnek is. Október 1-én beszélgettünk, és ez egy fontos dátum az önkormányzatok életében, bár alsó némediben ez nem okoz olyan nagyobb fennakadást, illetve változást, hiszen a korábban megszokott testület folytatja a munkát. Egy-két személyi változás történt. Meséljünk egy picit erről a hallgatóinknak. Valóban, ugye a tegnapi nappal lejárt a, az előző e, ciklus mandátuma, ennek következtében a június 9-i választás alkalmával e, mandátumot nyert e, képviselőkből, illetőleg személyemmel, mint új leendő és új polgármester személyével meg kell, hogy alakuljon a, 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 az új képviselőtestület. Erre jövő héten, csütörtökön, 10-én fog sor kerülni, ugye 15 nap a törvényi határidő, amennyi idő alatt ennek az alakuló ülésnek meg kell történnie, mi a jövő hét csütörtököt jelöltik erre ki. Hát az történt, hogy akik a régi testületből elindultak, azok mind újra választásra kerültek, és ugye azok helyébe tudott bekerülni új jelölt, illetőleg most már képviselő, akik, akik nem indultak. Három ilyen képviselőnk volt, Kettő az értesebb korára tekintettel, egy pedig az egyéb elfoglaltságára tekintettel nem indult. Most az ő helyükre került három új személy. Alapvetően azt lehet mondani, hogy a testület gondolkodása kiterjedően ezekre az új személyekre is nem hiszem, hogy döntően megváltozna. Tehát az az irányvonal marad reményeim szerint, amit eddig is képviseltünk, és azt hiszem, hogy helyes, ha ez az irány marad, hiszen ha arra gondolunk, hogy a választópolgárok azt az öt szemét, akik a régi testületből elindultak, és hogyha magamat is beleszámolom, akkor hat szemét újra választottak, akkor vélhetően a bizalmukat nekünk adva azért szavaztak ránk, mert jól csináltok, amit csináltunk. Vagy legalábbis jelenleg még a választók bizalmát élvezzük, úgyhogy szerintem maradjon ez az irány, jó ez az irány, reméljük, hogy a választóknak is tetszeni fog. Mit tudhatunk erről az irányról? Mik a tervek, célok, vágyak, álmok, és esetlegesen milyen új impulzust hozhatnak be az érkező tagok? Hát az, hogy az érkező tagok milyen impulzust fognak hozni, azt ugye nehéz így az első napon megmondani. Minden esetre mi azon vagyunk, hogy továbbra is maradjon ez a közösségépítés alsó némedén, amit elkezdtünk. Ez ugye nem pusztán a szórakoztató és kultúrrendezvények sokaságára vonatkozik, hanem arra is, hogy a település lakói és az önkormányzat együttesen sok mindent csinál. Ilyen például a fásítási programunk, amelynek során az idei évvel már a negyedik alkalommal történik cserje és facsemete kiültetése közterületre a házak elé, és ennek során immáron több mint 2000 ilyen növény került letelepítésre, ami még nem látszik, mert ugye ezek még csemeték, de azt gondolom, ahogy már ezt korábban is említettem, hogy tíz év múlva már jelentősen jelentősen uh, megszépítik majd ezek a növények az alsó némedi közterületeket, az alsó némedi utcákat. Ugyanide tartozik a virágzó némedi programunk, amely szintén nagyon sikeres. Uh, több ezer növényt szoktunk minden tavaszon uh, az önkormányzat költségvetése terhére megvásárolni, és ezeket a növényeket a lakosság együttműködve velünk megigényli, elülteti, és egész nyáron láthatjuk a vagy a közterületen, vagy közterületről uh, látható módon balkonládákba uh, kiültetett növényeket. Úgyhogy azt hiszem, hogy ez is egy uh, olyan uh, kezdeményezés, ami a, a, uh, az együttműködésnek a komoly fokozatátnak tekinthetjük. Aztán itt van a legszebb kertpályázat, amely az idén került, azt hiszem, másodszor megrendezésre a Kulturális Bizottságunk tagjai, azok, akik a szép kerteket, amelyeket beneveznek a tulajdonosok, elmennek és megnézik, majd azokat összehasonlítva végül is felállítanak egy Sorrendet, de hogy ez is mennyire érdekli az embereket, most is több mint 20 uh, jeleztek, és olyanok, akik már korábban uh, jelentkeztek, uh, azok nem jelentkezhettek. Tehát mindig vannak újak, mm. akik ebben a... Uh, közösségi eh, programba, hogy úgy mondjam, beneveznek, majd utána várják a díjazást, amit egyébként augusztus 20-ai eh, ünnepségükön szoktunk eh, átadni. És hát eh, a közösségi építésen túl nyilván cél a település eh, szépítése is, illetőleg olyan eh, funkciók megvalósítása a településen, amely az ott lakók eh, érdekeit szolgálja. Ugye ennek a, a programnak a ö, részét képezte a főútnak a szépítése, amit zöldítése, gyalogjárda, egységes gyalogjárda építése, amit szeretnénk folytatni, mert egy szakasz még hiányzik. Aztán <coughs> ide tartoztak a különböző Pihenőparkok létesítése. Most itt újat ö, nem tervezünk, ezzel szemben viszont egy nagyszabású elképzelésünk van, amit szeretném, ha jövő tavasszal megindulhatna. Ez a dísztér megépítése egy főépülettel, szökőkúttal, 48-as emlékművel, amely alkalmas lenne több funkció teljesítésére. Egyrészt ö, nemzeti ünnepeink, ö, ünnepsége egy zárt helyen lehetne. Eddig március 15-e a, a Szabadság téren volt, amelyet ugye ketté az ötös számú főút, és hát nem túl kellemes, amikor a gyerekek fellépése vagy műsora közben megáll a volánbusz, mert a volámbusz nem lehet elterelni, tehát ők átjönnek az ünnepségen is. Mindig szokott ilyen lenni. Most legutóbb március 15-én országgyűlési képviselőnk Páncél Károly mondta az ünnepi beszédet, és hát pont az ünnepi beszéd közben ugye megállott a, a volán, a sárga volánbusz. Na most ehelyett a tér helyett, ez a katolikus templom, plébáni és önkormá új önkormányzati épület mögötti tér Egyrészt alkalmas akár több száz ember ö, ö, kilátogatására is, másrészt pedig ugye nem zavarjuk a forgalmat, vagy a forgalom nem zavar minket, mondjam így. Tehát egy biztonságos környezetben tudunk lenni. Emellett szolgálna ez a tér a hétköznapokban, ha valaki oda kilátogat, padokra leülhet, vagy éppenséggel a gyermekét sétáltathatja, vagy ringathatja a babakocsiban, és esetleg odaülhet a szökőkút mellé. További funkciót, amit szánunk ennek a térnek, az az lenne, hogy havonta lenne egy alsó-némedi vásár, Uh, egységes uh, árusítóhelyek uh, kerülnek kialakításra egyébként ezen a téren, amelyek elbonthatóak, de van uh, mindegyik uh, bódénak lesz egy, vagy árusítóhelynek lesz egy helye, ahol uh, áramvételi lehetőség kerül kiépítésre a földbe, földből, és <síns> uh, elit füstölt árukat finom borokat, jó pálinkákat, fűszereket, esetleg csipkéket, terítőket, egyéb szöveteket, és hát még egy kis zöldséget is, bár a Sónémedi azért e, nincs annyira rászorulva a zöldséggyümölcs árusításra, gyümölcsre talán igen. Tehát szeretnénk meghonosítani egy ilyen fajta havi rendszerességű vásárt, és hát gondoljunk mondjuk egy karácsonyi vásárra, vagy egy akár egy húsvéti vására szintén alkalmas lehet erre a tér, és hát végül az utolsó funkciója ennek a térnek az lenne, hogy a hogy ez a tér szolgálna helyszínül az évente felállítandó jégpályának is. Ugye már tavaly, az előtt nem, de tavaly előtt Föl, fölállítottuk, tehát kétszer már felállítottuk a jégpályánkat. Az idei évben is éppen a mostani utolsó testületi ülésen foglalkozott fele a leköszönő testület, és megszavazta az erre szükséges költségvetésünk költségvetési forrást. Úgyhogy az idén is fel fogjuk állítani december 15-től január 15-ig a jégpályát, amelynek minden évben Eh, nagy sikere van. Tavaly próbáltuk még kitolni egy két héttel február közepéig, de arra jöttünk rá, hogy fölösleges. Ez a másfél hónap, ez pont elegendő a, a korcsolyázni, sportolni vágyoknak arra, hogy ugye téli eh, sportvágyokat is kielégítsék, úgyhogy eh, ez a terv. Tehát gyakorlatilag itt, amit hirtelen elmondtam, ez négy funkció, és emellett egy ötödik funkció, hogy a az önkormányzathoz érkező ügyfelek számára, illetőleg az önkormányzati dolgozók számára egy parkoló is lesz. Ezen a téren, közvetlenül az önkormányzat épülete mögött egyébként, pont ez a parkoló szolgál majd helyszínül a jégpályának is. Mikor kerül sor ennek a projektnek a megkezdésére? Hogyan számíthat rá a lakosság, illetve a környék lakossága, hiszen több funkciót említett, ami szerintem sokokat vonzani fog majd Alsó medire? Bízunk benne, meglátjuk, hogy valóban teljesül ez az elvárásunk. az elképzelés az az, hogy már a közbeszerzőinkkel készítjük elő a, közbeszerzési eljárás kiírását. Szerintem az eddigi tapasztalatból okulva, amikor nyílt közbeszerzésről beszélünk, bizony erre egy fél évet nyugodtan rá lehet számolni. Szerencsére nincsen ebbe pályázati forrás, tehát ez tisztán alsónémedi költségvetéséből kerül megfinanszírozásra, így nem nehezíti a dolgunkat az, hogy mondjuk még a közbeszerzéseket ellenőrző ö, hatóság is ugye előzetesen bekéri és jóvá hagyja a közbeszerzési ajánlatot, majd pedig utána a közbeszerzési eljárás eredményének a kihirdetését. Úgyhogy az az elképzelésem, hogy talán jövő ö, tavaszon áprilisban megindulhatna az építkezés, és hát Reményeim szerint a 2026. március 15-e már ezen a téren lenne megtartható. A dísztér mellett terveznek még nagyobb beruházást az elkövetkezendő időszakban, gondolhatunk itt az egész ciklusra is, hiszen beszéltük itt adás előtt, hogy egyelőre nagyobb pályázati forrás most nem néz ki. Most nem néz ki valóban. Szeretnénk folytatni, a, ahogy ezt az előbb említettem, a főútnak a járdaépítését, zöld felület kialakítását, illetőleg elkészítettünk mi három főúti önkormányzati ingatlan együttessel kapcsolatosan koncepciótervet. Ez a régi polgármesteri hivatal épülete és a mellette lévő úgynevezett kövesi ház, a kékesi ház és a mellette lévő pártház épület együttese, illetőleg a a jelenlegi pékségként üzemelő illetőleg a mellette zöldségüzletként üzemelő épület együttesnek a koncepcióterve ezeket szeretnénk fokozatosan ha tudjuk elindítani de ezeknél sokkal fontosabb, hogy van építési, engedélyezési tervdokumentációnk kiviteli tervel együtt a Rákóczi úti ovoda épület bővítésére, ahol egy új csoportszoba és egy tornaszoba épülne. Itt azért bizakodom abban, hogy talán eh, köznevelési intézmény fejlesztésre eh, lesznek esetleg pályázati források, és miután ezek a pályázati források csak akkor eh, érhetőek el, ha nem kezdjük meg az építkezést, ezért ebbe most kivárok. Amit még eh, tervezünk, és elkészült látványterv szintjén az a az általános iskola bővítése. Négy tanteremmel, új könyvtár eh, helyiséggel bővülne az épület. Azt hiszem, hogy további bővítési lehetőség ez, ezen épület tekintetében már nincsen a helyszűke miatt. Eh, viszont ez a négy tanterem ez eh, szerintem évtizedekre megoldaná még akkor is a eh, gyermekek elhelyezését és az általános iskolai oktatás biztonságos eh, megvalósítását, ha Agglomerációs településként kicsit többen is költöznek e, hozzánk, bár erre azért igyekezünk e, vigyázni, hogy ne lépjük túl a határokat. Mindemellett fontos célunk az északi-ipar egy hidroglóbusz létesítése, fontos célunk a jelenlegi szennyvíztisztító telepünk kapacitásának növelése, mert sajnos e, teljesen megteltünk hiába volt a 2015-ben vagy 16 ban történt meg a, a szennyvíztisztító felújítása. Elfogyott a szabad kapacitás. Úgyhogy, és végül egy nagy terv, amit a református szeretett szolgálattal együtt a koncepcióterv szintjén már szintén előkészítettünk, ez az idősek otthona alsó némedire. Ehhez a e, alsó némedi adna egy telket, illetőleg azt vállaltuk, hogy maximum 300 millió forint finanszírozást az építkezéshez, a többit e, bizonyít pályázati forrásból kellene megszereznünk. Remélem, hogy ebbe e, a református e, egyház vezetősége is segítséget fog tudni nyújtani, illetőleg bízunk országgyűlési képviselőnkbe. Azt kell tudni, hogy ez azért egy 1,7 milliárdos beruházás lenne, ahol 50 idős ember állandó elhelyezése valósulhatna meg, illetőleg napközi otthonos ellátása is további időseknek. Továbbra is célunk a, a kerékpárút megépítése Dunaraszt és Alsó között, ez körülbelül már 15 éve mondogatom, vagy mondogatjuk folyamatosan, akik éppen a település élén vagyunk. Ebbe annyi, nagy, annyi előrelépés történt, hogy állami forrásból sikerült megvalósítani a terveket. Tehát eljutottunk odáig, hogy van terv, de miután azt hallottuk, hogy ez Pest megyében az ötödik kiemelt fontosságú kerékpáros útvonal, és hogy erre biztos, hogy lesz e, állami forrás, hát itt sem szaladunk előre, e, különösen azért nem, mert ennek a körülbelül két és fél kilométeres e, kerékpárútnak a, az első 50 méterre tartozik a Hasoni közigazgatási területéhez, az összes többi Dunaharasztihoz tartozik, és e, polgármestertársammal, dr. Szalai Lászlóval erről az ügyről beszélve, arra az álláspontra helyezkedtünk, hogy érdemes talán várni a, a, a pályázati forrásra. Számos tervről, beruházásról beszélgettünk már az előző blogban, de most is hasonlóakkal folytatjuk, hiszen kell beszélnünk a konyháról, illetve a bölcsödéről, ami ugyancsak fontos tétel a település életében. Így van egy új modern konyha készült el a ez olyan stádiumban áll, hogy az átadás-átvételi eljárás zajlik. Sajnos az elektromos ellátása az épületnek még végleges árammal nem biztosított, és bizony mindenki hallhatott arról, hogy az Eonnal nem olyan egyszerű időpontot egyeztetni a tekintetben, hogy vajon mikor kötik be a... A, az energiaellátásba az adott épületet. Úgyhogy ez még egy kis gondot okoz, de alapvetően e, egy nagyon szép és modern e, konyháról beszélünk. Majd, ha a konyha beüzemelésre kerül, akkor úgy, ahogy már csináltam egy kis videót a polgármesteri e, hivatalról, vagy az új Pihenő- és Játszóparkról. Fogok erről is egy kis bemutatót csinálni, mert megmondom őszintén, hogy én ahogy végigjártam ezt a az épületet, és láttam a benne lévő műszaki eszközöket, üstházaktól kezdve sütőkön keresztül, fagyasztószekrény, fagyasztó termek, tehát vagy hűtőtermeken át, Hát szóval tényleg úgy éreztem, hogy na, megérkeztünk a 21. századba, legalábbis a mostani konyhánkhoz képest mindenképpen. Úgyhogy majd erről egy kis ismertetőt, hogy mindenki láthassa meg belülről ezt a konyhát, erről majd egy ilyet fogok csinálni. Hát a másik, ami még folyamatban van, az egy csoportszobás normál bölcsöde építése, ez ugye részben Európai Uniós pályázati forrásból történik. Sajnos itt is a, a közbeszerzési eljárás elhúzódása miatt, hiszen Európai Uniós forrás miatt a, van olyan hatósága az államnak, amely ellenőrzi a közbeszerzési ajánlat tétel tartalmát, ajánlattételi felhívás tartalmát, amit ugye a az önkormányzat kiírt, majd pedig utána azt is ellenőrizték, hogy hogyan zárjuk le ezt a közbeszerzési eljárást. Ennek köszönhetően ugye néhány hónappal az építkezés megkezdése elcsúszott, és itt ez év december 31-ig kellene befejezni a, a kivitelezési munkálatokat, illetőleg működési engedélyt szerezni a, a bölcsödére, ami Jól látható, hogy nem fog tudni teljesülni. Viszont beadtunk egy kérelmet a támogató szerfez annak érdekében, hogy a pályázati mérföldkövek határideit kitoljuk. Reményeink szerint ez működni fog, mert sok ugyanilyen pályázati forrásból épülő vagy építendő bölcsöde előkészítési fázisai még más településeken zajlanak, nem is tartanak a kivitelezésnél, úgyhogy azt gondolom, hogy talán a támogató szerv ebbe méltányos eljárással határidő hosszabbításhoz hozzá fog járulni. Ez a bölcsöde ki fogja elégíteni az igényeket? Ugye több településen probléma, hogy annyi gyerek születik, hogy egyszerűen az intézmények nem tudják felvenni a ritmust velük. Igen, hát nálunk három éve került átadásra egy négy csoportszobás mini bölcsöde, amely pályázati pénzből épült öt éves fenntartási idővel, kötelező fenntartási idővel, de ez azonnal megtelt, ennek okából indultunk el ebbe az új egy csoportszobás bölcsödébe, mert a mini bölcsödébe egy csoportszobába csak 8 gyereket lehet ö, ö, nevelni, míg a normál bölcsödébe 14 gyerek lehet egy csoportszobába. Ezzel az újabb 14 férőhelyjel a várakozó listánk meg fog szűnni szerintem, és kísérletet fogunk arra tenni elképzeléseim szerint, hogy a mini bölcsödéből megpróbáljuk, megpróbáljuk átminősítés útján megoldani, hogy rendes bölcsöde legyen. Nem tudom, hogy ennek mik lesznek a műszaki feltételei, de ahogy mm, néztem a mini bölcsöde elkészültét, meg a mostani rendes bölcsöde bölcsödével szemben támasztott hatósági követelményeket, el tudom képzelni, hogy kisebb, apróbb alakításokkal a négy csoportszobás mini bölcsödéből normál bölcsöde lehet. Beszéltünk már az iskoláról, most beszéltünk a bölcsödéről, akkor tegyünk egy kis említést, egy kis kitérőt az óvodások felé is. Az óvodai férőhelyek száma elégséges a településen? Tehát ahogy arra az előbb is utaltam, pályázati forrásra várunk, megvan építési engedélyezés és kiviteli, de szter dokumentációja a Rákóczi úti óvodai épület bővítésének. Eh, ahol egy új csoportszoba és egy torna szoba lenne, az új csoportszoba az ugye 25 gyerek elhelyezését biztosítaná. Tehát, ha ez az új eh, bővítés elkészülne, akkor fellélegezhetünk a, az óvodában is, mert akkor eh, marad egy kis tartalékunk. Jelenleg valóban eh, kisé zsúfoltak a csoportszobák, és hát eh, végső soron még annyit tennék ehhez hozzá, hogy eh, ha esetleg hosszabb távon gondolkodunk, és e, e, arra számítunk, hogy jönnek e, kiköltözők e, alsó némedibe, akik jellemzően egyébként fiatalok több gyerekkel, akkor van már egy e, engedélyezési tervdokumentációnk, a konyha mellé egy három csoportszobás óvoda építésére is. E, itt megint csak pályázati forrásra számítok, mert ennek az összegszerűsége is nagyon jelentős, és meghaladja az önkormányzat költségvetésének a lehetőségeit. De hosszú távon próbálunk gondolkodni, tehát amint azt az előbb elmondtam, minden nevelési intézményünkben próbálunk olyan tartalékokat ö, létrehozni, amelyek adott esetben több évtizedre biztosítják a kényelmes oktatónevelő munkát. A nevelési intézmények után térjünk rá egy kicsit a szabad időre, hiszen nem is olyan régen került átadásra a Bringa pálya, ahol kicsik és nagyobbak is egyaránt jól érezhetik magukat. Valóban a múlt héten az utolsó testületi ülést követően Került átadásra az új bringapálya. Ez 50%-os állami forrásból, és 50%-ban pedig az önkormányzat saját forrásából készült el. Így, ha úgy mellette állunk és ránézünk, azért elég félelmetes, ezt úgy <laughs> őszintén megmondom. Én azt el is döntöttem magamba, hogy nem nagyon fogom ezt a sportot űzni és kipróbálni ezt a bringapályát. Viszont meglepő módon a gyerekek nem így állnak ehhez, hanem már rögtön a megnyitó alkalmával legalább 30, vagy lehet, hogy több gyermek is felvonult rollerrel, meg biciklivel. Legtöbbön már volt fejvédő sisak, úgyhogy tényleg felkészültek a gyerekek arra, hogy a lehető legnagyobb biztonságban próbálják ezt a szabadidősportot folytatni. És hát nem titkolom, hogy jártam arra azóta több alkalommal is, legutoljára tegnap délután, és bizony akkor is vagy 10-15 gyerek ott volt, tehát való igaz, hogy lehet, hogy csak az újdonság ereje miatt, de talán azért is, mert érdekli ez a gyerekeket, vagy egy találkozási pontá alakulhat az ő életükbe, ennek okából valóban használják a pályát. Úgyhogy ez egy örömteli dolog, remélem így marad ez a jövőben is. Maradunk egy picit a szabadidőnél, hiszen az elmúlt időszakban rengeteg rendezvény volt a Sóni Medin, ami nagyon közkedvelt volt a lakosok körében, és a környékből is sokan látogattak el a Traktor illetve a Pörkölt Fesztiválra is. Igen, valóban így volt. A Traktor a nagy hőség volt egy kis probléma, de nem zavarta sem a traktorosokat, sem a kilátogatókat. Ezúton is köszönöm a művelődési ház minden dolgozójának a az aktív részvételt a megrendezésben. Köszönöm a sok felajánlást azoknak a főzőknek, akik egyébként el is készítették a finomabbnál finomabb étkeket, bogrács számra. Köszönöm az ő részvételüket, és hát természetesen köszönöm a gazdáknak az idejét, akik ugye a betakarítás elején azt félrerakva kijöttek erre a rendezvényre és évről évre csúcsot dönt a traktor létszám, ez így történt a, az idei évben is, úgyhogy a tavalyi e, 103 traktorhoz képest most 134 traktor vonult fel, e, ezek közül 70 vagy 80 vagy 75 versenyezett is, tehát egy abszolút e, élő e, társaság, akik, e, akik keresik egymás, Sala kapcsolatot és hát végül is ezt az alkalmat e, tényleg érdemben együtt töltik, jól szórakoznak azok is, akik, akik versenyeznek a traktor akadálypályán, és azok is, akik e, őket nézik. Úgyhogy ezúton is köszönöm mindenkinek, aki bármilyen módon a részvéte a megrendezésben részt vett. Köszönöm a segítségét Beszélünk hát, a pörkölt ja, a fesztiválnál említette, hogy hát meleg volt, a pörkölt fesztiválnál meg azt hiszem, hogy esett. Igen, ezt a, erre akartam kitérni, hogy a pörkölt Fesztiválunkat viszont az eső nehezítette meg egy kicsit, de előzetesen már egy nagy sátrat felállítottunk annak érdekében, hogyha majd kijönnek a, az étkezők, a kóstolók, akkor megfelelő helyre le tudjanak ülni. Azt kell tudni erről, hogy a korábbi évekhez hasonlóan 26 versenyző volt, pontosabban versenyző társaságok, akik megmérettették magukat az általuk főzött ételek összehasonlításában, és volt természetesen az önkormányzatnak 11 bográcsa, amelybe több mint három másra különféle húsokat főztünk meg, és e, annak ellenére, hogy a várakozásunk az volt, hogy majd e, az eső miatt nem fognak kilátogatni az emberek, és ez a sok finomság rajtunk marad, nem kellett aggódnunk, elfogyott minden. Egyetlen egy e, hiány volt, hogy úgy mondjam, és itt próbálok reflektálni a betelefonálónak a, a felvetésére hogy Juhász István barátunk, olimpiai bajnok, labdarúgunk minden évben kiszokott erre a pörkölt fesztiválra jönni. Sajnos az idei évben nem láthattuk őt vendégült, mert előtte elhunyt. Tehát egy nagyon híres alsó alsónémedi mentel közülünk. Kint volt a Ferencvárosi Tornaklub a Magyar Olimpiai Bizottság képviseletében egy úr, aki gyászbeszédet mondott a temetésén, egy régi futball, futballista társa, barátja, aki szintén elmondta a fájdalom szavait, és végül a a, az Amerikából hazatérő leánya Emese volt, aki ö, őt a lelkész előtt még ö, méltatta, illetőleg hát ö, a gyászbeszéd szavaival szólt róla. Sajnáljuk Pistát, ö, sajnáljuk, hogy elment közülünk, ö, ennél többet nem tudok ö, erről a helyzetről mondani, úgyhogy ö, csak a gyász. Az előző blogban is említette, hogy a közösség nagyon-nagyon fontos szerepet tölt be, és az önkormányzat is próbál erre nagyobb hangsúlyt fektetni. Milyen egyéb programokkal, egyéb közösségépítő tevékenységgel várják az érdeklődőket az elkövetkezendő időszakban? Hát nálunk így a szeptember és az október az ö, sűrű szokott lenni, hétről hétre történik valami. Ugye múlt hét e, szombaton volt a Pörkölt Fesztivál, és most szombaton lesz a szüreti felvonulás és bál. E, gyanús, hogy, e, hogy napos idő lesz, de még ezt nem merem kijelenteni, mert ha olyan rossz idő lenne, mint amilyen volt múlt héten szombaton, akkor a felvonulást el kell, hogy halasszuk. Ahogy a Mócsán is elmaradt a születi felvonulás, csak a bált rendezték meg. De a bál mindenképpen meg lesz. A rákövetkező héten, most már hagyományként mondhatom azt, hogy a Székelybált is megrendezzük, ahová egyrészt Erdélyből, a testvértelepülésünkről szoktak ellátogatni székely barátaink, másrésztről pedig itt a környező településekről jönnek el sokan, és hát természetesen a némediek is ellátogatnak erre a rendezvényre. Azt követően pedig egy újdonsült, újdonsült szórakoztató Műsorunk lesz eh, október 18-án és 19-én az Alsó Némedi Októberfest. Eh, napos kis rendezvény, amelyen két sátorba négy zenekar fog fellépni, eh, és hát valódi Októberfest sört ihatnak az emberek. Ez azt jelenti, hogy Németországban a, az októberi eh, fesztiváljukra külön sört eh, főznek, amely egy kicsit magasabb alkoholfokú, ennek okából e, tartalmasabb e, sör. 6,2 az alkoholfoka ennek a sörnek, és hát ez Pauláner illetőleg Hacker Spor nevű sör lesz. Mind a kettő az elit kategóriába tartozik. Szerintem ez is egy jó szórakozási lehetőség lesz majd a némedi embereknek, de természetesen ö, várunk ö, környékbeli településekről is ö, vendégeket. Nekik annyi hátrányuk van, hogy ők belépőjegyet kell majd, hogy ö, hogy fizessenek. Itt is alkalom van a baráti beszélgetésre, a zenehallgatásra. Szerintem nem csak a sörről szól egy ilyen alkalom, hanem sokkal inkább valóban a kapcsolatépítésről. Ezt követően aztán meg lesz a nemzeti ünnepünk október 23-án, és akkor utána egy picit kifújjuk magunkat. Természetesen a művelődési ház működik, és Érdemes nézni a honlapjukat, illetőleg a település honlapját, ahol ugye nyomon követhetők, hogy hétről hétre milyen alkalmakon lehet részt venni. Azt gondolom, hogy aki Némedin vágyik a szórakozásra, hát talál is magának olyan alkalmat, ahol valóban tud szórakozni, kikapcsolódni. Na hát akkor találkozunk Némedén, bármelyik rendezvényes, rendezvényen is, és hát köszönjük dr. Tüske Zoltánnak, hogy velünk indította a napot. Szép napot, és jó munkát kívánunk Önöknek. Köszönöm szépen, viszont hallásra.